Sziasztok, Lancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Most tényleg hatalmas nagy ünneplés van, hiszen tényleg 30 éve erre várt az Eto, és a szurkolók, és itt a stáb, és itt mindenkit mondhatnék, akinek köszönete tartozik a csapat tényleg, hogy ekkora támogatást kaptunk, és buzdítást itt a szurkolókat is belevéve. Megyünk tovább, amerre megyünk. Egy-két napig biztos, hogy élvezzük ezt a helyzetet, de utána ugyanúgy jönnek a mérkőzések, és hát ugye már nagyon fontos nekünk még ugye a magyar kupa, amit meg szeretnénk ugyanúgy nyerni. Gyönyörű érzés, de nekem az érzésemet elrontott a picit az, hogy megsérítettem a Leonardot. Nagyon sajnálom, bocsánatot szeretnék kérni, és nagyon rosszul érzem magam. Az elvárás most az, hogy nyerjük meg a magyar kupát, hiszen ezek az urak Pintér Attilával az élen, itt megy mellettem el Lázár Stanisics. Megérdemlik, hogy megnyerjék a magyar kupát is. Nagyon sokat tettek az elmúlt években, az a csapat a csúcsra érjen. Bajnokok lettünk, az a lényeg, úgy gondolom, nem kell mással foglalkozni, egyből nyertünk, ez a lényeg, nagyon örülünk neki, hogy most eljött az ünneplés ideje, aztán fejlesztünk természetesen a kupadöntőre. Én még nem voltam magyar bajnok, és tényleg azt éreztem a játékosokon a héten is, és tényleg minden nap, hogy ezt nagyon-nagyon meg szeretnénk nyerni. Akárhogyan is, két magyar kupa döntőt már elbuktam, én most nagyon-nagyon vágytam az aranyéremre, és hál' Istennek ez meglett, nagyon-nagyon boldog vagyok. Én becsúszásom után piros lapot kaptam, szerintem tudom, hogy megsérült a játékos, de nem akartam, és szerintem nem is volt olyan, hogy piros lapra, nem tudom, nem meg kell néznem, de és bajnokok vagyunk, és örülök.